van egy terasz, ott pedig a második szintjét. Tehát két szinten lehetett elérni az ágyukat. Ugye itt egy, tehát ugye itt vannak a lövegek, itt még láthatunk újabb fülkéket, ezekben helyezhették el annak idején a lőport, tovább is ugyebár császári színen láthatunk. Ez tulajdonképp ugye szélpakasnak lehetne mondani, vagy inkább szélsasnak. Tudnék, a Fehérváró kapu fölé 1782-ben tűztornyot emeltek. Nem csak Sopronnak volt tűztornya, Veszprémnek, hanem Győrnek is volt tűztornya. Ez a torony 100 évet élt meg, és 1882-ben lebontották. Ennek a toronynak a csúcsán volt ez a szélsas, és talán még annyit érdemes róla tudni, hogy 1848-ban Győrt is elérte a forradalmi hullám, már nem tudjuk utána másnap, akkor a felhevült forradalmárok ezt a császári címet leráncigálták. Petárda tulajdonképp egy bronz mozsár volt, amelyet lőporral töltöttek meg, erre tettek egy deszkát, amit ráerősítettek, és ezt az egész alkotmányt kellett ráerősíteni a vár kapura, begyújtani a lőport, és és felfaragták, megfaragták, és lehet látni a három nyilat, amiből látszik, hogy Akrabanisz remek céllövő volt. De más sírköveken is előbukkannak a lovasíjászok. Mint mondottam, az erőd a káptalan dombon volt, és a domb körül alakult ki a polgárváros, a Bigus, nagyjából a mai Széchenyi tér területén. Győr sosem volt, tehát Arabóna sosem volt városi rangú település, ez alatt helyezkedett el. A rómaiaknál a településekről kivezető utak mentén állították fel a sírköveket, ezeket. Ugyanis amikor a város, ugye a szabadkirályi városi rangot ugye megvásárolja Mária Teréziától, tehát nem elnyeri, hanem megvásárolja, mert éppen Mária Terézia háborút folytat a poroszokkal meg a franciákkal, ugye az első osztrák örökösödési háborúról van szó, és hát ugye pénzhiányba szemben és... A nagy sírkasztási ügy például a 19. században, ez ki nem érdekel. Az, hogy a Lőcsei fehér asszony itt tárolták egy bizonyos ideig, az viszont annál inkább. Ugye ez minek köszönhető? Ugye azért, mert ugye ez olyan, mint ismerik ez a patkány és a mókus esete. Ugye a mókus is ugyanolyan rágcsaló, mint a patkány, csak ugye mivel neki bolyosabb egy kicsit a farka, ezért hát, hogy is mondjam, jó a sajtója. Tehát ugye itt is arról van szó, hogy ugye a Lőcsei fehér asszony ugye
nem másnak köszönhetjük, hogy, egyáltalán ide önök le akarnak jönni, hanem egy bizonyos Jókai Mórnak, ugye a nagy mesemondó. Jövőre lesz egyébként Jókai év, csak is szeretném mondani, és hát ugye nem olyan mérhetetlenül nagy messzességben, ugye a Révkomáromban született, és hogy még egy ilyen érdekesség, hogy az ősei a 18. században, amikor a szentesiektől elvették a református templomot, akkor Kalákába mentek szentesre építeni az új református templomot. Hát ugye ott ma mindenki számára ismerős az az ige, hogy valamit fölcsigázni. Ugye? Tehát ugye ma azt jelenti, hogy föl kell tenni az érdeklődését. Na most a 18. században nem pontosan ezt jelentette, azt kell, hogy mondjam. A 18. században is azt jelentette, hogy a mennyezetről leengedték egy láncot, vagy kötelet, aminek a végén egy kampó volt, és a pelikáns összekötött kezeit hát arra akasztották föl. Hát el tudjuk ezt képzelni, hogy ez már önmagában ugye az ősúly miatt ugye kiforduló vállak milyen fájdalmat tudnak okozni egy idő után. De hát ugye ezt még azért lehetett, hogy is mondjam, cizellálni is, hiszen apró kis súlyokat lehetett a pelikánsnak a lábára kötni, illetve hát még az oldalán is lehetett sütögetni. Na már most el az ekkori kínvallatás alkalmával szeptember 22-én megteszi az utolsó vallomását a Géczi Juliannak, ami egyébként egybevág az 1913 márciusi utolsó óvári vallomásával, és hát ebben mindenki megnyugszik. Valószínűleg már a Lőcsei Fehér asszony is ezt már valamiféle megváltásnak tekintette, hogy itt a gyülekező télen vagy fő télen szeptember 25-én ilyen nem katonai tiszteletadással, nem katonai jövizet mellett. Az udvarra föl. Évekig volt Magyarországon kötelező építeni lakóépületek és közintézmények alá. Azóta meg, ami nem kötelező, azt nem csináljuk, tehát azóta Magyarországon nem épülnek óvóhelyek. Kivéve Budapesten a 2-es és a 3-as metró, körülbelül a budapesti lakosság 10%-a, ki lehet számolni, durván 200 ezer ember, de többinek nincs óvóhelyi kapacitáshoz. Megy ahova tud. De egyébként másút sem, tehát Győrbe is körülbelül a lakosság 10%-ára volt elég ez a 180 óvaja. Körülbelül helyek közepén kérünk egyszerre, de nem hagyunk senkit kint, tehát most ennyien megyünk körbe, jó? A rádió jól néz ki, ezt el tudnám nálatok tudni. A következő helységben is majd vissza, de mi? Két tükörkében egymásnak. Igen, ugye ez kevén különösen. Szépen sok ember kísérj, és egyik oldalt menni, másik oldalt. Akadálymentesítését megoldja. Aki látta, ebbe a dologba játszódik. Nem egy horrorfilm, ez a valóság. Tehát gyakorlatilag úgy kell képzelni, hogy az 55-be átadott győri vasútállomást, hogy egy hosszú szervizfolyosó megy végig innét a postától, most jelen pillanatban a DM van a végén, és különféle kiszolgáló helyiségek lesznek találhatók, köztük egy négópince, illetve kettő darab alagút van. Ez az alagút egy aluljáró volt, át az oroszlopmenye épületébe. A Magyar Postának működött a csomagküldő szolgálata nagyon sokáig, tehát jöttek a csomagok, itt liftek vannak fönt a peronokon,
ezek a tornyok, ezek teherliftek, lehozta a lift ide a targoncák, meg elhordták vagy a postára, vagy ami a másik oldalra, be az oroszlakfanyába. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy a hetedik vágányig ez ugyanolyan aluljára, mint a nagy csarnokba. Ott le van falazva az Esperanto után, de átmegy a vidéki pályaudvar alatt, és a vége valahol a mélygarázsban van bent, most a Leier udvarban. Tehát ezt szeretné a város a MÁV-val közösen valamilyen szinten beüzemelni, a lift, a gépészetet kéne nyilván kicserélni a peronokon, itt pedig egy kiáratot valahol az utcán, én látom a polgármestertől valamilyen helyiségben egy liftet is találtak, ami fölvinné az illetőket. Igen, arról beszélt most. Az a lift, az megy fel a feltörékezetbe, és azt akarnák kinyitni az utcára. És akkor ezzel gyakorlatilag itt a végig lehetne az illetőket tolni, közlekedni, biciklikkel, kismama, babakocsi, stb. Sok minden meg lehetne vele oldani. Hát azért ennek lennének költségei, meg egyéb minden dolga. Megkapja 3 milliárd forintot, azt mondta, hogy akkor ez fogja. Ja, értem. 200 millióból megvan, azt mondta itt a... Igen, ez teheré. Hát az biztos, hogy itt a targonca is befér. Nem belemászni, mert eddig van belégérő, nincs van benne. Én már kintem a szabad. Henger alakú, hogy a nyomást jobban fogja, mint egy szögletes érve. Nem, azért a páncélak is kb. Ilyen volt. De!
Köszönjük szépen! Menjünk be! Odaadom a legeszem. Vannak hol? Egy pohár korra. Egy korra. Egy óvóhelynek a békeidőszaki hasznosítását fogják most látni. Tehát ez egy kettős rendeltetési óvóhely, háborús helyzetre épült, de most mi hál' Istennek nem az van. Ezért mi úgy gondoltuk, hogy aki végigcsinálta velünk ezt a három órát, az ennyit megérdemel. Megérdem. Jó? Tehát akkor bemutatom itt önöknek Herold Ádám barátomat, akinek jól menő borászata van a környéken. És akkor Ádám olyan szépeket fog nekünk mondani, hogy mindenki szomjas lesz. Köszönöm. Én is sok szeretettel köszöntöm Önöket, és külön megtiszteltetés, hogy így a vakontúra végén minden egyes csoportnál egy pici virtuális kirándulásra tudjuk Önöket csábítani. Köszönöm szépen, Ádám. Köszönöm szépen. Jedlik Ányos, mint bencés szerzetes, feltalálta a szódát, és hát a bencések, mint ezer éves múlt bort készítenek, és hogy megszentségtelenítik a bort a szódával. És hát akkor főapátor így át, püspöki kereszt, megfelelő higgadsága, nyugodtsága hagyott egy pici időt mindenkinek végig gondolni a kérdéseket, és akkor hát kezdte mondadóját, hogy tisztelt szerkesztőasszony, ne vegye sértésnek sem, oktatásnak, csak egy ténybeli részét szeretném önnel megosztani, hogy Jedlik Ányos nem a szódát, hanem a szódás szifont találta fel, amiben a szifi